csökkent az adósság. 521 millió forintot kaptak az évvégi konszolidációs csomagból a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak. Előtérben a pályaorientáció. Egyre több diákkal ismerteti meg a szakképzés előnyeit a Kereskedelmi és Iparkamara. A középiskolásoknak tanulószerződést is biztosítanak. Szemléletváltás Nyírbátorban. A fiatalok helyben tartása célja a városnak, közölte a polgármester. ₹521 millió forintot kaptak az évvégi konszolidációs csomagból a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! 2016-ban felére csökkent a kórházak adóssága. A racionálisabb gazdálkodás érdekében energiatakarékosságra törekednek az intézmények, és nem működtetnek párhuzamos osztályokat. Felére csökkent a kórházak adóssága a megyében. A korábbi több milliárdos tartozás helyett 2016 év végén 480 millió forintot kellett rendeznie az intézménynek. Az állami konszolidációs csomagból 521 milliót kapott a kórház. A szaktárca elvárása, hogy az intézmények a stabil működés érdekében észszerűbben gazdálkodjanak, energiatakarékosságra és átgondolt kiadásokra ösztönzik az intézményeket. Ez igaz a fejlesztésekre is, 570 millióból felújítják az infúziós labort és a kórház sterilizáló rendszerét. Az egészségügyben lényeges, hogy a legmagasabb szintű ellátást kapja a beteg ott, ahol van szakembergárda és korszerű az infrastruktúra. A párhuzamosan működő osztályok sokba kerülnek, a centrumokban viszont a magasabb szakmai színvonal garantált. Az idén a fehérgyarmati traumatológiai ellátást Máté Szalkára csoportosították át. Ebben az évben a traumatológiai ellátásról volt egy olyan, hogy traumatológiai ellátás, ahol nem osztály, mert nem is volt Fehérgyarmaton soha traumatológiai osztály, traumatológiai ellátást a Máté Szalkán megszervezett két soros ügyelettel rendelkező nap 24 órájában biztonsággal rendelkező osztályra irányítjuk. Ehhez ragaszkodni is fogunk, mert mi, akik itt vagyunk, mi a beteg ellátásáért kell, hogy mindent megtegyünk, szakmailag ez a megfelelő. Ebben az évben saját beruházásként egységesítették az öt kórház informatikai rendszerét. Korábban a megyei kórházban és már a nagykálói telephelyen működő medikai rendszert bevezettük a fehérgyarmati, a vásárosnaményi, a mátészalkai telephelyeinken, illetve a nyírbátori járóbeteg szakrendelőben. Az informatikai rendszer ugye az alapvető adatforgalmat és az alapvető betegadatoknak az áramlását lehetővé teszi. Ezáltal a betegeinket bármelyik telephelyen látjuk el, és esetleg átkerülnek magasabb progresszivitási szintű ellátásra vagy más területen betegellátásra, az adott kezelőorvos minden előzményi adatát meg tudja nézni, meg tudja ismerni. A megyei kórházakban az orvosok körében 5%-os a munkaerő elvándorlás, szakápolóknál 7%-os a háttérszolgáltatásban viszont 15% a fluktuáció. Az idei szeptemberi béremelés után az orvosok bruttó bére 107 ezer forinttal, az ápolóké 32 ezer forinttal növekedett. Egyre több diákkal ismerteti meg a szakképzés előnyeit a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Általános iskolásoknak pályaorientációs tanácsadást nyújtanak, középiskolásoknak pedig tanulószerződést biztosítanak. De nem csak a tanulókat segíti a kamara, a regisztrált vállalkozások beindításában és fejlődésében is nagy szerepet vállal. Jelenleg 31 ezer regisztrált gazdálkodó szervezet, ezen felül plusz közel 4 ezer regisztrált építőipari vállalkozás és további 1000 önkéntes kamarai tagot számlál a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Számukra évente kötelező az 5000 forintos tagdíj befizetése, amiért számos juttatást kapnak. Köztartozásnak minősül a be nem fizetett tagdíj, így aki nem teljesíti, attól végrehajtási eljárásban a Nemzeti Adó és Vámhivatal dupla összeget kér majd. A vállalkozások beindításában nagy segítséget nyújt a kamara. A regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezeteknek különböző szolgáltatást kell biztosítanunk a regisztrációs díj fejében. Pályázatfigyelés, gazdasági, jogi, pénzügyi tanácsadást és üzleti partnerközvetítést végzünk, és ezen kívül számtalan egyéb szolgáltatása van a kamarának, amivel a vállalkozók nap mint nap találkoznak. Nagyon fontos az, hogy minél több információhoz juttassuk a gazdálkodó szervezeteket. Ennek érdekében számtalan rendezvényt szervezünk, adózás, pénzügyi, jogi, munkavédelmi, munkajogi kérdésekben. A kamara másik kiemelt tevékenysége a szakképzési feladatellátás.
Ilyen például a tanulószerződések kötése és ellenőrzése, a szint- és mestervizsgák lebonyolítása. Jelenleg 3000 tanulószerződéses diák van a megyében, őket 400 gazdálkodó szervezet fogad, ahol külső gyakorlati helyszínen ismerhetik meg a szakmákat. Idén a pályaorientációs tanácsadás fejlődött a legtöbbet, itt főleg a 6.-7. osztályos tanulók a fő célcsoport. Egy-egy szakma bemutatására szerveznek nekik osztályfőnöki órákat, üzem- és gyárlátogatásokat annak érdekében, hogy munkahelyi környezetben ismerik meg a különböző mesterségeket. Nagyon fontos, hogy ez a feladat még inkább bővüljön, hiszen a gyerekeknek meg kell látni azt, hogy egy szakmának a magas színvonalon való végzése komoly sikereket jelenthet számukra, és nem feltétlenül érettségizni, vagy olyan szinte olyan helyen kell tovább tanulni, ahol utána nem találják meg a számításukat, hanem szakmát tanulva segíteni őket abban, hogy az életben boldoguljanak. A tanulószerződéses diákok számos juttatást kapnak, naponta minimum 350-400 forintos munkabérért dolgoznak. Ezt nem csak a szorgalmi időszakban kapják meg, hanem júliusban és augusztusban is. De a vállalkozók számára is kedvező a diákok képzése, a tanulók után anyagi támogatást igényelhetnek, az iskola elvégzése után pedig rögtön szakképzett munkaerőt kaphatnak. A fiatalok helyben tartása a célja Nyírbátornak, közölte a település polgármestere. Máté Antal szerkesztőségünknek azt nyilatkozta, valamennyi fejlesztés és beruházás előtt a fiatalokkal is értekeznek, fórumokat tartanak és közösen vitatják meg a javaslatokat. A város polgármestere hozzátette, idén több fejlesztést befejeztek, többek között utakat újítottak fel, köztereket szépítettek és 100 kamerából álló térfigyelőrendszert alakítottak ki. A következő 3 évben pedig egy komplex városfejlesztési programra 500 millió forintot fordít majd a helyi önkormányzat. Két új körforgalom is segíti a közlekedés Nyírbátorban, ez a fejlesztés is idén valósult meg. Több helyen járdákat, térburkolatot és közteret is rendbetettek a városban 2016-ban, de bicikliutat is építettek. A nyírbátori polgármester azt mondja, a legtöbb projekt célja, hogy Nyírbátor kedvező település legyen a fiatalok számára. Számunkra a jövőben az elsődleges szempont az a fiataloknak a helyzetbe hozása a településen, és ennek megfelelően bármilyen fejlesztést, működést gondolunk át, vagy alakítunk ki, mindig azt nézzük, hogy ezek a lehetőségek hogyan szolgálják a fiataloknak az érdekeit, hogyan tudunk olyan városi lakókörnyezetet kialakítani, ami számukra mind az életben, tehát a hétköznapi életben, a szórakozásban, a munkavállalásban, a közlekedésben, a társadalmi életben megteremti azt a környezetet, ami egy európai színvonalú kisvárostól elvárható. A terv egyik pilléreként a közlekedés struktúráját a gyalogos és kerékpáros forgalom irányába próbálják terelni, hogy autók nélkül is gyorsan, biztonságosan lehessen közlekedni a város területén. A közbiztonságot is folyamatosan javítják Nyírbátorban, több mint 100 kamerából álló térfigyelőrendszert alakítottak ki. A fejlesztés folyamatos, az önkormányzatnak hosszú távú tervei vannak. Azt kell, hogy értsék a városlakók is, a fiatalok is és mindenki más, hogy ez nem egy egyszeri beruházás, hanem egy folyamatnak a kezdete. És ez a fiatalokkal való együtt gondolkodás, közös gondolkodás, ez nem csak egy szlogán, hanem ezt szeretnénk a gyakorlatba is átültetni. Ennek megfelelően különböző fórumokat hoztunk létre, ahol a fiatalok különböző közössége, klasszikusan a középiskolások, az egyetemisták, a kisgyerekes családok és a cégeknél dolgozó fiatal családok közösségével minden egyes olyan téma, ami fejlesztést, beruházást érint, vagy egyszerűen csak a város működését, szórakozó helyeket, közterületeket, megvitatjuk velük, ők erre javaslatot tesznek. A városvezetés a különböző döntéseknél ezeket a javaslatokat is figyelembe veszi, tette hozzá a polgármester. Máté Antal kiemelte, a következő 3 évben egy komplex városfejlesztési programra 500 millió forintos forrást fordítanak. A beruházás a város szinte teljes működését érinti majd, így például a közlekedést és a szórakozást is. Intézményi fejlesztéseket, kisebb beruházásokat tervez Nyírtura a következő évben uniós forrásokból. A tervekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Bár még csak néhány hete él a Nyíregyházi állatparkban, már belakta kifutóját és kitűnően érzi magát Fite, a 2 éves hímjegesmedve. A sarkvidéki panoráma új lakója nagyon aktív, játékos, sokat pancsol, és már megismerkedett leendő párjával, Zorával, a több éve itt élő jegesmedve nősténnyel is.
47 érmet szereztek az elmúlt tanévben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diák sportolók az országos döntőkben. Ezzel a megye a 6. helyen végzett a rangsorban. 2016-ban 7 országos elődöntőt rendezett a megyei diák sport és szabadidő egyesület. 2017-ben pedig 2 országos döntőnek ad majd otthont Nyíregyháza. Intézményi fejlesztéseket, kisebb beruházásokat tervez Nyírtura a következő évben uniós forrásokból. A terület és település fejlesztési operatív programban pályáztak óvoda, bölcsőde bővítésére. Az egységesen működő intézménybe egyre több gyerek jár, itt egy 40 millió forintos fejlesztést terveznek. Több kisebb útberuházás is megvalósulhat, valamint korszerűsödhet az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat épülete. Mint arról korábban tudósítottunk, 40 millió forintból újulhat meg ez a konyha Nyírturán, ahol 260-270 ember részére főznek nap mint nap. A település ebben az évben egy a belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatán nyert forrást a beruházásra. Az önkormányzati óvoda konyhája több mint 50 éves, ezért az épületet lebontják és teljesen új konyha technológiával szerelik fel. Az állam 3 milliárdot szán országosan erre a célra, több mint 170 település részesül a támogatásban. Nyírturán az óvodára 30 milliót költöttek 2016-ban, csoportszobával, tornateremmel bővítették, itt további fejlesztéseket is terveznek. Kijelöltük ezt a célterületet is a tapos forrásokban bölcsőde fejlesztésre, hisz most is egységes óvoda bölcsődénk van 5 fős kis bölcsés csoporttal, és ezt szeretnénk 7 főre bővíteni, és ehhez szükség van egy újabb fejlesztésre, bővítésre, hisz ilyen létszámnál már másabb szabályok vonatkoznak azokra a kis bölcsődésekre, mint az óvodásokra, és ennek szeretnénk megfelelni, és ebben a tapos keretben 40 millió forintos pályázati forrás elnyerését tervezünk, be van adva, befogadták a pályázatunkat, most már csak az eredményhirdetés várjuk mi is. A 4-es számú főút kettészeli Nyírturát több szakaszon gyalogos átkelőt szeretnének létesíteni a biztonságos közlekedés érdekében. 2 zebrát szeretnénk elhelyezni a településen, ennek is engedélyes tervvel rendelkezünk, ami átvezetne a 4-es számú főút keresztülvágja a településünket, és elég sok bonyodalmat okoz az átjárás. A falu közepén lenne egy, és a falu elején egy zebra, és egy átkötő út, ami a Rákóczi utcát és a Temető utcánkat összeköti, lakosságnak egy része temető bejárás problémáját oldaná ez az útszakasz. Az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat felújítása is napirenden van, ezekre a beruházásokra is pályázott az önkormányzat, mert mindkét épületre ráfér a korszerűsítés, az orvosi rendelő még bővülhet is egy kisebb épületrésszel. Uniós forrásból kondipark épülhet, és a futballpálya is megújul Nyírturán. Bár még csak néhány hete él a nyíregyházi állatparkban, már belakta kifutóját, és kitűnően érzi magát Fite, a 2 éves hím jegesmedve. A sarkvidéki panoráma új lakója nagyon aktív, játékos, sokat pancsol, és már megismerkedett leendő párjával, Zorával, a több éve itt élő jegesmedve nősténnyel is. Fite a rostoki állatkertben született, és ott élt anyjával, amikor néhány héttel ezelőtt a fajmegőrzési program tovább helyezte Nyíregyházára, az itt élő idősebb nőstény mellé. A nyíregyházi állatpark 4 munkatársa ment el a termetes, jelenleg 250 kg-os fiatal mackóért, aki felnőtt korára elérheti a 7-8 mázsát is. Észak-Németországban a nyíregyházi gondozók megismerték az állat szokásait, kedvenc csemegéit és megbeszélték az ottani kollégákkal problémamentes átszoktatását új otthonába. A sarkvidéki panoráma ifjú lakója kitűnően érzi magát sóstófürdőn. Nagyon aktív, sokat játszik, és nem csak medencéjében, hanem a homokban is előszeretettel fürdőzik. Fite, az 1 hónapja érkezett jegesedve fiú, nagyon jól érzi magát. Mivel állatparkunk már tartott egy idősebb nőstényt, az első feladat az volt, hogy összeszokassuk a 2 állatot. Ez eleinte rácson keresztül történt, majd a kifutórendszert megnyitottuk a 2 állat számára. Békésen nézik egymás mozdulatait napjainkban is, de teljesen más viselkedésű állatok, hiszen még Zora inkább komótosan szokott szammogni vagy pihengetni a kifutóban, addig Fite, a 2 éves kamaszfiúl, leginkább a medencében a műanyag játékaival jár. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége különleges figyelmet szentel a jegesmedvéknek, és nemzetközi tenyészprogram keretében helyezi ki őket.
Az állatkert Jegesmedve állomány fontos szerepet játszik a faj fennmaradása szempontjából. Európai állatkertekben 122 jegesmedve él, Magyarországon pedig csak a Szabolcsi megyeszékhelyen látható. A Nyíregyházi állatparkban a jelenleg két nagy kifutóból, a 300 köbméteres medencéből és a légkondicionált barlangból álló kifutót fejleszteni szeretnék. Európában egyedülálló sarkvidéki bemutató építését tervezik. Negyvenhét érmet szereztek az elmúlt tanévben a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei diáksportolók az országos döntőkben. Ezzel a megye a 6. helyen végzett a rangsorban. 2016-ban 7 országos elődöntőt rendezett a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület. 2017-ben pedig 2 országos döntőnek ad majd otthont Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 9 területi diáksportbizottságon keresztül mintegy 11 ezer fiatal kapcsolódik a diák olimpiai rendszerhez. Az elmúlt tanévben 15 sportágban hirdettek versenyt, a legjobbak pedig eljutottak az országos döntőkig. Ott 16 arany, 19 ezüst és 12 bronzérmet nyertek a megyebeli fiatalok, és ez az eredmény az országos ranglista 6. helyét jelentette. A kisiskolák között a gyulaházi Kozma Pál általános iskola 4., a középiskolák között a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium az 5. helyen végzett. Büszkén gondol ezekre a pillanatokra vissza az ember, amikor így évvégén számot vett, hiszen valóban amellett, hogy a területi megyei döntőkön tényleg remekül szerepelnek a diákok, emellett az országos döntőkön is bizonyítják azt, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megyében igenis teremnek rátermet és kiváló sportolók, akik nem mellestek sokszor jó tanulók, és ezt éppen a legutóbbi gálán díjaztuk is. Az országos döntőkben nagyon komoly eredményeket sikerült elérni, hiszen a 16 aranyérem mellett 19 ezüst és 12 bronzérmet hoztak haza a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei gyerekek a különböző országos döntőkről. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly teljesítmény, és úgy gondolom, hogy ez is jelzi azt, hogy itt azért, amellett, hogy a szakmai munka szerintem egész komoly szinten folyik megyei szinten, amellett azért valóban megvan az az alapanyag, amelyből lehet táplálkozni, amelyre lehet építeni, és reméljük, hogy majd a diák sportolóinkat majd későbbiekben viszont látjuk akár olimpiai versenyeken, vagy egyéb világversenyeken is. A diák olimpiai döntőkben nem csak a dicsőségért és az érmekért versengenek a fiatalok. A diák olimpiát, mint tehetséggondozó országos versenyrendszert a jövő évtől, ettől az évtől kezdődően az Emberi Erőforrások Miniszterével közösen hirdeti meg a Magyar Diáksport Szövetség. Ne feledkezzünk meg róla, hogy többletpontokat jelentenek a diák olimpiai helyezések, 1-3 helyezés a felsőoktatási felvételi eljárás során. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület az idei évben is több együttműködési megállapodást írt alá, ezzel is bővítve lehetőségeit. A 2016-os év az együttműködések kibővítésének az éve volt, hiszen jó pár együttműködési megállapodást sikerült aláírni. A sort, azt még a korábbi években elkezdtük, ugye a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzattal egy olyan együttműködést hoztunk tető alá, amely ezért biztosítja azoknak a testnevelőknek is az elismerését, akik valóban nagyon sokat tesznek a diáksport életért. Szeptemberben több testnevelő kapott ennek az együttműködés, ezen együttműködés keretein belül elismerést, és ez folytatódott aztán a Csei TV, Magyar Diáksport Szövetség és Megyei Diáksport Egyesület között aláírt 3 oldalú megállapodással, és 2016-ban pedig folytattuk az együttműködéseknek a megkötését, hiszen a Nyíregyháza megyei jogú várossal sikerült tető aláhozni együttműködést, aztán a Nyíregyháza Egyetemmel, mint tudáscentrummal, amelyet úgy gondoltuk, hogy ez egy külön fejezet az együttműködések aláírásában, hiszen valóban amellett, hogy a szakmai munkát is tudja támogatni, amellett azért azt a bázist is tudja segíteni, amely reméljünk, hogy a jövőben majd segíti a diáksport életet. Az idei évben 7 országos elődöntőnek adott otthont Szabolcs-Szatmár Bereg megye. Jövőre még rangosabb versenyek is lesznek a megyében. 2017. februárjában az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok országos döntőjét, március végén, április elején pedig az amatőr kézilabdázók országos döntőjét rendezik meg Nyíregyházán. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. 521 millió forintot kaptak az évvégi konszolidációs csomagból a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak. 2016-ban felére csökkent a kórházak adóssága. A racionálisabb gazdálkodás érdekében energiatakarékosságra törekednek az intézmények, és nem működtetnek párhuzamos osztályokat. Egyre több diákkal ismerteti meg a szakképzés előnyeit a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Általános iskolásoknak pályaorientációs tanácsadást nyújtanak, középiskolásoknak pedig tanulószerződést biztosítanak. De nem csak a tanulókat segíti a kamara, a regisztrált vállalkozások beindításában és fejlődésében is nagy szerepet vállal. A fiatalok helyben tartása a célja Nyírbátornak, közölte a település polgármestere. Máté Antal hozzátette, idén több fejlesztést befejeztek, többek között utakat újítottak fel, köztereket szépítettek, és 100 kamerából álló térfigyelőrendszert alakítottak ki. A következő 3 évben pedig egy komplex városfejlesztési programra 500 millió forintot fordít majd a helyi önkormányzat. A Kölcsei Televízió híradóját látták december 26-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is műsorainkért és további hírekért böngészék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!